Sziasztok! Ez a videó ötlet, ez most jutott eszembe, hogy mit lehetne, milyen videót lehetne készíteni, ami most aktuális. És mivel aktuális nálam is, hiszen lehet hallani a hangomon, eléggé megfáztam, ezért gondoltam, hogy elmondom, hogy én miket alkalmazok ilyenkor. A megfázást nagyon nehéz ebben az időszakban elkerülni, hogy az egész szezon alatt senki semmilyen ilyen náthás jellegű dolgot ne kapjon el, bár nekem éveken keresztül sikerült, és most is, hogy Kira óvodába járt, akkor is azért volt könnyű elkerülni, mert rettentő az óvoda, nagyon-nagyon vigyázott arra, ez nem igazán jellemző egyébként a többi óvodában, de a mi óvodánkban szerencsére ez így volt, hogy nagyon vigyáztak az óvónénik arra, hogy beteg gyerek ne jöjjön, egyrészt lázat mértek azonnal, főleg most ugye a Covid helyzet miatt, másrészt pedig, hogyha valakinek folyt az orra, és mondjuk ilyen nem vízszerű folyt az orrából, hanem ugye már ez a ragacsosabb, vagy zöld válladék jött, akkor már hazaküldték a gyereket, tehát telefonáltak a szülőnek, elkülönítették a gyereket, és hazaküldték, és így is voltak betegségek, de Kirának valahogy sikerült, képzeljétek el, hogy találtam neki egy olyan vitamin, ami tulajdonképpen a középső és a nagy csoportot mi átvészeltük teljesen ezzel a vitaminnal, majd én megmutatom. Igazán ez most nem egy reklám, hanem nekünk ez tényleg bevált. Most az nem jelenti azt, hogy mindenkinek be fog válni, de érdemes ugye kísérletezni mindig, hogy nektek mi a jó, vagy mi az, amitől a gyereknek az immunrendszerét tudjátok erősíteni. Ezt 3 éves kortól lehet szedni. Mutatom is, hogy mi ez. Ez az aloe vera, ezt többféle kiszerelésben lehet kapni, tehát nem csak ennek a natúrtanyának van, szerintem ez több cég is készíti, de ez az áfonyás, ezt ugye, mint mondtam, 3 éves kortól lehet szedni, nekünk ez bevált, ebből minden nap egy kupaknyit kap a Kira, és az egész szezon alatt, amíg van az óvoda, most már ugye iskola, akkor én végig szeretem Kirával. Most is volt neki egy enyhébb ilyen kis orrfolyása, és míg azt a gyereket, aki mellette ült, teljesen leterített, tőlem is jött iskolába, addig Kirának 2 napig folyt nagyjából az orra, és el is múlt. Hát én nálam, ez már sajnos nem így volt, mert én állandóan itt szeretgetem a gyerekemet, és akkor hiába beteg, ugye mi anyukák nem nagyon szoktunk ezzel foglalkozni, de nálunk egyébként csak a család nem foglalkozik, mindenki ölelgeti a Kirát, teljesen mindegy, hogy milyen beteg, és hát rajtam ez így jobban kijött, az én rendszerem úgy látszik nem volt olyan erős, pedig aztán annyi vitamint szedek, hogy iszonyat. De ez most kevés volt, lehet nekem is aloe verát kéne szedni, már gondolkodtam rajta, hogy majd azt meg most egyébként kombukát készítek újra, mindjárt megmutatom nektek. Ez így van ilyen kis üvegbe, itt úszik a tetején a gombám, és mindjárt megmutatom közelebbről, ott úszik a kis gombácska benne. A kombukának az elkészítéséről, hogy hogyan kell ugye egyrészt leszűrni a vizet, aztán utána új vizet készíteni, neki erről találtok egy videót, azt itt fönt megosztom. Én azt gondolom, hogy ez még egy nagyon erős immunerősítő, csak nekem az előző gombám sajnos meghalt. Megmondom, hogy szintén nem foglalkoztam eleget vele, vagy nem cseréltem rendszeresen a vizet, és akkor hát meghalt szegényke. Ez az én kis lustaságom volt, mert nyáron annyira, ugye nem annyira fontos, ugye nálunk ez a vitaminbevitel. Én mindig augusztusban kezdjük, és akkor egészen júniusig szedjük a vitaminokat, és akkor ott június közepétől augusztus végéig így annyira nem szedjük, vagy nem foglalkozunk, hogyha most egy nap nem szedtük be, akkor nem szedtük. Szóval, hogy nem annyira fontos, míg az összes többi időszakban igen. Illetve készítettem már egy ilyen citromos, gyömbéres, mézes ilyen kis mixert, ami szintén egy nagyon erős immunerősítő, azt előre el lehet készíteni egy kis üvegbe, és akkor abból minden nap egy kanállal beszedni. Biztos látjátok, amiket mondok azok alapján, hogy én nagyon-nagyon az ilyen természetes gyógymódok, vagy a vitaminoknak, vagy nem gyógymódok, hanem immunerősítők, illetve a vitaminoknak vagyok a híve. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy most nekem
kijött itt ez a betegség. Egyébként ez a betegség szerintem az, ami ilyen nagyon torokfájós, köhögős, orfolyós, legalábbis most egy ilyen betegség terjed. Én szerintem ezt kaptam el, királynak ugye mondtam, 2 napig folyt egy picit az orra, viszont nekem úgy indult, hogy rettentően fájt a torkom, és amit használtam, a Listerinnek a kék változata, az nagyon bevált, én a Listerin kék változatából itt, nem ittam, már még azt kéne megnéljátok, hanem csak így galvanizálok állandóan, tehát ugye azt egy percig benne tartom a számba, öblögetek, vele meg galvanizálok, és én ennek híve vagyok, hogy ott így ezáltal, ez egy fertőtlenítő hatású szer, és nagyon sokan ugye egyébként, hogyha büdös a szájuk, akkor arra is használják, vagy tehát ugye, hogyha diszkomfortos nekik ez, vagy ugye, hogy valaki fogmosás helyet is használja, azt nem ajánlom, de valaki a helyet, de hogyha nincs látok éppen fogkrém, meg fogkefe, akkor egyébként arra is jó. És vagy gyulladáscsökkentő is, és ezért ezt egyébként tanácsolták is a Covid alatt többször is, hogy minél többet öblögessünk, mossunk fogat, mert hogy ugye először tehát az, hogy mondjuk leterjedjen ilyen betegség a tüdőhöz, meg minden először felső légutakba találkozunk ezekkel a betegségekkel, és hogy ezt megelőzzük, hogy lejjebb terjedjen, ezért ajánlják, hogy minél több fogmosás, meg nem nyeljük le a váladékot, meg orrfújás, meg orrspré. Igen, arra használok egy nagyon erőset, ugye megmutatom nektek, hogy én mit használok, mert a Nazivin nekem már kevés erre a... Tehát nem dugul ki rendesen az orrom, ettől viszont biztos, hogy kidugul, ugye megmutatom. Hát ezt a viros topot használom, rettentő erős, tehát főleg, ha valakinek már szét van belül menve így az ornyák a hártyája, akkor amikor fölfújjátok, hát az van, hogy belekönnyezik a szemem, mert annyira csípi, marja, és egy ilyen barna színű folyadék van benne, úgyhogy ne lepődjetek meg, amikor az orratokból ilyen nem átlátszó, mint amikor a Nazivint fújjátok. Ugye ez a másik, amit szoktam használni, hanem ilyen barnás folyadék jön ki. Ennek ilyen a színe. Én nagyon szeretem, de azt hiszem, hogy ezt talán, hát lehet, hogy csak 3-szor lehet befújni egy nap, a Nazivint meg többször, bár az sem ajánlott, mert tönkreteszi az orrnyálka hártyát. De hol ezt használom, hol azt, de ezt ugye, amivel nem lehet sokat, akkor napközben ebből fújogatok be. De nagyon sokat segít, mert ennek pont az a lényege, hogy az orrban ezeket a baktériumokat megöljük, és akkor ezáltal nem engedjük, hogy lejjebb terjedjen a betegség. Tehát mondom, nekem a torkom az fájt, ennek a Listerinek köszönhetően így állandóan az egy kicsit így le is zsibbasztotta ott azt, amikor így galvanizáltam, és 2 nap alatt a teljesen megszűnt, és csak reggelente fájt, egyébként utána állandóan teát ittam, rengeteg teát iszom, kamilla, akkor lehet kapni ilyen gyógynövénykeverékes teákat, hársva tea, de utána lehet olvasni a neten, tehát rengetegféle tea jó a náthás időszakban, és akkor abból mézes teát, hát féltek egy 3 liter, biztos megiszom egy nap. Vettem az IKEA-ba ilyen nagy korsókat, de ez már nekünk régóta van. Ezt a kis 1/2 literes korsót, akkor tisztában vagyok vele, hogy amikor ezt megiszom, tehát minden reggel egy ekkora adag teát megiszom, így indul minden egyes napom, tehát teljesen beteg vagyok, nem vagyok beteg, de a beteg, amikor valaki beteg, akkor sokkal több folyadékot kell innia, és ezzel is tisztítani ugye a szervezetét, és akkor én ebből minél többet, tehát egymás után készítem a teákat, illetve ilyen gyógynövényes cukorkákat is szoktam szopogatni, tehát hogy állandóan a nyálam cserélődik, tehát ezekre tényleg nagyon-nagyon-nagyon figyelek, és tényleg ezek váltak be nekem, úgyhogy nem tudom, hogy nektek mik váltak be, nagyon szívesen várom majd a videó alá kommentben, hogy ti miket szoktatok használni, és mellette ugye mértéktelenül sok vitamint szedünk, tehát a Covid időszak alatt én összeírtam, hogy milyen vitaminokat kell szedni, és ami nagyon fontos, hogy mi magnéziumot mindig szedünk, a sportolás miatt is, azt szedjük, azt állandóan pótlom, akkor szedünk szelént,
cinket, D-vitamint, C-vitamint, B-vitamin komplexet, és fogok semmit kihagyni. Én szeretnék kollagént, de ez nem ugyanaz, azt tudjátok. Azt már jó régóta kellett volna szedni, mindegy. De szedek kollagént is még, és megnézem, szedek-e még valamit. Nem tudom, króm, cink, szelén. Egyébként, hogy ezeket így mondtam-e a C-vitaminon keresztkívül, és akkor ezeknek megnéztem, hogy miből mennyit érdemes, ennek érdemes utána olvasni, mert ugye amit ajánlanak általában a gyártók, nem az a valóság, tehát például a C-vitaminból is valami nagyon minimális, tehát 120 milliómat ajánlanak, de hát milyen 1000-es, 2000-es, 3000-es, tehát mikor, hogyan és mennyit szedünk. És a többiből is ugye azt, ami nem az nem a alap előírtat, hanem mi ténylegesen azt a dózist szedjük, amire a szervezetnek szüksége van. És múltkor volt egyébként egy vérvételem, és meg is lepődött az orvos, hogy annyira jó lett a vérképemnek az eredménye, hogy jó, hogy ő még nem is nagyon látott ilyet, hogy ennyire a vitaminok is rendben vannak, hát ezenek köszönhető, mert tényleg nagyon-nagyon odafigyelünk, és én inkább annak vagyok a híve, hogy ne a gyógyszereket jó drágán vegyük meg, tudom én van, hogy 6000 forint egy antibiotikum meg ilyenek, szóval tényleg elég húzós áron vannak, akkor inkább a vitaminokkal előzzük meg, és azokat szedjük, de mint mondtam, ezeket természetesen is be lehet ebből egy csomót vinni, illetve a C-vitaminnak van egy másik fajtája. Ha valaki sajnálja le a pénzt, vagy nem sajnálja, bocsánat, hogyha valakinek nincs annyi pénze rá, akkor ezt az aszkorbinsavat ajánlom. Ebből én egy kis kávéskanállal szoktam. És abban, most ne kérdezzétek, hogy pontosan, de ide van, jó, csak ide van írva, hogy egyébként ez sütéshez is, képzétek el, és tartósítószerként is felhasználható. Hát nem tudom, hogy ebben pontosan mennyi van, de azt tudom, hogy egy kis kanálnyit, hogyha megesztek ebből, akkor talán olyan 1000-2000 mg-nak felel meg, ennek utána olvastam régebben, de mindegy, hogy mennyit szedtek be, szóval kipisítek, hogy nem lesz ez semmi bajotok. A másik, amit találtam is, ez egy csodaszernek számít, ez az a neve, hogy spirulina alga tabletta. Ebből lehet port, tehát az az olcsóbb változat, ahogyha portban veszted, de az nagyon rossz. Ezt viszont ilyen változatban lehet. Ez úgy kell kezdeni, hogy napi háromszor egy szemet, és egy hétig, és akkor utána lehet kettő szemre felemelni naponta, tehát akkor már hatot tudtok beszedni belőle. Az, hogy hány éves kortól, hát kire semmiképpen ezeket még nem kapja, azt nem tudom, annak lehet, hogy utána lehet így olvasni, de felnőttek mindenképpen szedhetik. Tehát 15 éves kortól biztos lehet már ezt szedni. És ez mindenre az, tehát az idegrendszertől kezdve az immunrendszerre, tehát tulajdonképpen a banánt, meg a tojást szokták ilyen superfoodnak nevezni, mert minden vitamin megtalálható, ez ugyanolyan. És tényleg a vérnyomást, tehát tulajdonképpen mindenre jó. De érdemes utána olvasni, és ezt kipróbálni. De annyi vitamin, én mindig annyit olvasok ezeknek utána, hogy mire mi, tehát nekünk homeopátiás szerben is rengeteg van, és mint mondtam nektek az előbb, hogy lehet, hogy ez a betegség sokkal erősebben jött volna ki, mert azt hallottam, hogy ez egy nagyon masszív, amit most én elkaptam, valaki két hétig is szenved bele, és nem tud kiszállni az ágyból. Én is rettentő gyenge voltam, és ez nem a Covid. Tehát nem voltam dokinál bele, mert tudom, hogy van ez a betegség, volt anyósomék is elkapták, és tényleg két hétig feküdtek annyira. Azt hitték, hogy covidosok, mert annyira rosszul voltak, és engem is egy kicsit tegnap így ledöntött, egy napra ma már sokkal jobban vagyok. De mondom, szerintem ez annak köszönhető, hogy tényleg annyi vitamint szedek, és figyelek erre, illetve hát az, hogy azért sportolok is, ami megint csak az immunrendszert erősíti. Nagyjából ezt tudtam nektek most így tanácsolni. Egyébként majd még szeretnék egy videót csinálni, amiben szerepelnek a többiek is, mert Robi és Alexa
ugye Martin már be van oltva, erről már szerintem lehet, hogy beszéltünk egy videóban, vagy nem tudom, nem emlékszem. Martin már be van oltva, mert ő nem kapta el a Covidot, és most Alexa és Robi is beoltatta magát, mert az ő ellenanyag szintjük is most már alacsony, Robinak 500 valamennyi, Alexának meg 300 valamennyi volt, és akkor mondtam, hogy menjenek el oltásra. Nem akartunk egyszerre menni, és én ezért nem vagyok beoltva, mert mondjuk az én ellenanyag szintemet meg sem nézettük még, mert nem akartuk egyszerre oltatni magunkat. Tudjátok, hogy ha Robi is meg én is lerobbanunk, akkor Alexa suliba jár, Martin suliba jár, és akkor kiret ki fogja is tápolni. Nagyon sokan felajánlották, barátok, nagyon aranyosak voltak a segítségüket, de akkor sem akartunk egyszerre lerobbani, szóval egy ilyen oltásos videót is, hogy nekünk milyen tapasztalataink voltak, majd arról is szeretnék egyet készíteni, de az majd a későbbiekben. Most az volt a fontos, hogy tényleg, ami nagy, tehát még egyszer galgalizálni, az rettentő fontos, orspré, mindenhol ezt hallottad, de próbálom azt mondani, sok vitamin és rengeteg folyadék. Tehát nagyon-nagyon sok folyadékot kell inni. Ezek a legalapvetőbb dolgok az ebben az időszakban, illetve amit mondtam, a kombuka nagyon jó, és nagyon jó a gyerekeknek szerintem ez az aloe vera gél, és még az a citromos, gyömbéres, mézes mix, amit megosztottam már nagyon régen itt, és nagyon sokan nézegetik ilyen betegek, tehát ilyen ezekben az influenzás időszakokban, észrevettem, hogy akkor nagyon sok, nagyon nézett ez a videó, érdemes azt is megnézni. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogy ti milyen vitaminokat, mivel készültök erre az időszakra, amikor jön ugye ez az influenza szezon, főleg most, hogy Covid is van, miket szedtek, milyen dózisban szeditek, miket tanácsoltok, ezeket nagyon várom, vagy bármi olyat, ami természetes, tehát mint amit mondtam, hogy ez a gyömbéres, mézes mix, az, vagy a kombuka, vagy bármi ilyen, hogy mi az, amit ti ilyen régről, nagymamátoktól megmaradt, vagy mondjuk a főzött pálinka, vagy bármi, mármint, hogy amikor ugye ez a forró pálinka, amit lehet szintén náthára inni, hogy milyen ilyen természetes gyógymódokat tudtok, mert egyrészt nekünk is akkor adtok még ötleteket, mert én szeretek mindent bevetni az immunrendszerünk érdekében, és akkor mások is be tudják. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!